Idén 17-en gondolták, úgyhogy próbára teszik a rátermettséget a király és a királynői címre. Köszönjük az első zsűriét, a zsűri elnököt, Cippán a televíziós műsorvezetőt. Hogy fogadtad azt, mikor megtudtad, hogy te itt ma zsűri leszel? Nagyon megtisztelő volt, és nagyon meglepett egyben a felkérés, de nagyon örülök neki, hogy itt lehettem, mert olyan furcsa, hogy pár évvel ezelőtt még itt tanultam, ide jártam szórakozni, és akkor most itt ülök, mint valami hivatalos személyiség. Nagyon megtisztelő volt. Nagyon nehéz volt dönteni, mindig ezt mondják versenynél, de igazából tényleg nagyon nehéz dönteni. Abban egyetértettünk, hogy ki legyen az első, az egy hangú volt, és akkor utána kellett vívni még, hogy ki legyen a második és harmadik. Az volt az érdekes, hogy a fiúknak a lányoktól akadt el a szavuk, nekünk meg a fiúktól, úgyhogy mondták is a fiú zsűri tagok, hogy oké, akkor a lányokat ti viszítek, a fiúkat meg mi, mert tényleg nem tudta koncentrálni ugye a szép lányoktól, mi pedig le voltunk nyugözve, olyan humorunk volt a fiúknak, hogy teljesen padlót fogtunk, úgyhogy de végül is meghoztuk a döntést. Szerinted miért fontos az, hogy egy főiskola életében egy ilyen szépségverseny helyet kapjon? Igazából egy szépségverseny bárhol megállja a helyét, azt mondom. Tehát, hogy az, hogy egy főiskola keretén, ez mindig egy ilyen emlékezetes dolog lesz számukra, hogy én voltam 2011-ben a Miss LKF, illetve a Mr. LKF, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó emlék a lányoknak, illetve aki szeretne erre tovább menni erre a pályára, annak pedig egy nagyon jó ugródeszka. Hogyan fogadtad azt, hogy második helyezett lettél, nem voltál csalódott? Nem, egyáltalán nem voltam csalódott, sőt, még igazából örültem is, hogy a második helyezett, mivel jobb az ajándék, úgyhogy őszintén szóval, de nem, ennek is nagyon örültem, szóval őszintén szóval azt se vártam, hogy a második leszek, látva, hogy milyen szép lányok voltak, többiek is. Hogyan készültél erre a versenyre? Kifejezetten nem készültem erre a versenyre, ez csak így utolsó pillanatban jelentkeztem, úgyhogy ez nagyon spontán verseny volt a részemről. Szerinted te miben indultál előnnyel a többi lányhoz képest? Hát őszintén szóval nem, talán az, hogy nem voltam úgy rákészülve, nem akartam megnyerni a versenyt. Ugye nagyon sokan úgy jöttek, hogy ők nekik ez fontos, ők meg szeretnék nyerni, és nagyon túl izgulták valószínűleg. De szerinted melyik az a külső tulajdonságod, ami itt a versenyen megnyerhette a zsűri tetszését? Szép szemeim. A szemem. Általában mindenki azt mondja, hogy szép szemeim vannak, úgyhogy valószínű esetleg ez. Szerinted egy nőnek mit kell kihangsúlyozni egy ilyen szépségversenyen? Hát mindenképpen azt a tulajdonságát, vagy azt a testrészét kell kihangsúlyozni, ami szerinte a legszebb. Szóval előtérbe kell helyezni azt, ami tényleg szép, és egy kicsit takarni, amit talán nem annyira előnyös. Miért jelentkeztél erre a versenyre? Én nem szerettem volna jelentkezni, a barátaim neveztek be ide. Már tavaly is mondták, hogy örülnének, hogyha elindulnék, és hát ők neveztek be, és ezáltal vagyok itt. Szerinted miben más a férfiak szépségversenye a lányokétól? Hát teljesen más tulajdonságokat néz szerintem a zsűri. Azért a fiúnál inkább hát jobban nézik a belső tulajdonságokat is, a lányoknál pedig a külsőre fektetnek nagyobb hangsúlyt, úgy gondolom. Szerinted a fiúknál is megvan a verseny ideje alatt a rivalizálás? Hát ez mindenképp megvan, én ezt így gondolom. Főleg így mi tesisek között, meg főleg a tornaórákon is, vagy más sportokon is mindig a rivalizálás megy, és ez itt is ugyanúgy marad. Szerinted miért esetett rád már? Miért döntött úgy a zsűri, hogy te legyél a második helyezett? Nem tudom, erre most így remélem a kidolgozott testem miatt, vagy a sportos testem miatt, meg a belső tulajdonságaim miatt. Szerinted miért jó az, hogy a főiskola keretein belül egy ilyen esemény is helyet kap? Hát,
szerintem én ezt jó dolognak tartom, mert olyan emberek is megmérettethetik itt magukat, akiknek esetleg nincs alkalmuk más szépségversenyre nevezni. Itt ugye ingyenes nevezés mellett még komoly díjak is vannak.